Jó napot kívánok, üdvözöllek benneteket, kedves hetedikesek! Engem Pósa Kenyeres Boglárkának hívnak, és az Oromi Arany János Általános Iskolának vagyok a matematika tanára. Az elmúlt órán ugye a Pitagórasz tétel alkalmazásával foglalkoztunk, a mai órán is folytatjuk, mégpedig ma az egyenlő oldalú háromszögre fogjuk alkalmazni. Hatodik osztályban már megismerkedtünk az egyenlő oldalú háromszögekkel, ismételjünk egy kicsit. Ugye, mint a neve is mondja, egyenlő oldalú, tehát minden oldala ugyanolyan hosszúságú, A, és ebből következik, hogy mindegyik oldalra húzott magasság is egyenlő hosszúságú, egy magasságot bejelöltem nektek, és hogyha berajzoljuk az egyik magasságát, akkor két egybevágó derékszögű háromszöget kapunk az egyenlő oldalú háromszögön belül, nekünk elég ugye csak egyikkel foglalkozni, nézzük például akkor ezt a derékszögű háromszöget. Látjuk, hogy ennél a derékszögű háromszögnél két oldalnál is ugyanaz az ismeretlen, tehát nem tudom felírni most A négyzetre, ezért írjuk fel a magasságra Pitagórasz tételt, mint ugye ismeretlen befogóra. Nézzük, mivel lesz egyenlő a H négyzet, tehát H négyzet egyenlő, ismeretlen befogót ugye úgy számolunk, hogy az átfogó négyzetéből vonjuk ki az ismert befogó négyzetét, hát az átfogó az A, tehát A a négyzeten, mínusz, és a másik befogó pedig ugye ez a távolság lesz, ami nem más, mint az A oldalnak a fele, tehát A per 2 a négyzeted. Kicsit rendezzük ezt a képletet, hozzuk egyszerűbb alakra. A négyzet mínusz A négyzet per 4, akkor tudjuk kivonni, ha közös nevezőre hozzuk. Bővítsük az A négyzetet 4-jel, 4 A négyzet per 4 mínusz A négyzet per 4 egyenlő lesz 3 A négyzet per 4-jel. Nekünk ugye a H-ra van szükségünk, tehát akkor a H-t úgy kapjuk meg, hogy ebből gyököt vonunk, tehát gyök 3 A négyzet per 4, és így ebből a H egyenlő lesz, az A négyzetből ugye gyököt tudok vonni az A 3-ból nem, az marad gyök 3, és a 4-ből is gyököt tudok vonni, az 2 lesz, tehát a magasság az egyenlő oldalú háromszögnél egyenlő az alap szor gyök 3 per 2-vel. Fontos képlet, jegyezzük meg. Mire van még szükségünk itt az egyenlő oldalú háromszögnél? Szintén ismétlésként írjuk fel a kerületet. A kerület egyenlő ugye 3-szor A-val. És nézzük a területét. Terület egyenlő. A háromszögnek a területe ugye megegyezik az alap szor magasság per 2-vel. Tehát, hogyha azt mondom, hogy a A szor H per 2, akkor a H helyére behelyettesítem ezt az A szor gyök 3 per 2-t. Egyenlő lesz A-szor A gyök 3 per 2, per az egész 2, és hogyha ezt rendezem, akkor azt kapom, hogy A négyzetszer gyök 3 per 2, per 2, és hogyha ezt tovább rendezem, akkor a területképletem úgy fog szólni, ugye ide kettesnek a nevezője 1-es, külső tagok szorzata per belső tagok szorzata, vagyis a területem A négyzetszer gyök 3 per 4. Tehát az egyenlő oldalú háromszögnek van egy ilyen speciális terület képlete, még egyszer így külön felírom, terület egyenlő A négyzetszer gyök 3 per 4, tehát a feladat megoldásánál nincs szükség erre a hosszú levezetésre, hanem elég, hogyha megtanuljuk, hogy a terület ezzel egyenlő. Tehát itt az egyenlő oldalú háromszögnél
fontos, hogy a magasságot hogy tudjuk kiszámolni, illetve a kerületre és a területre is szükségünk lehet. Nézzük akkor gyakorlatban. Töltsük ki a táblázatot a megfelelő értékekkel, ha A az egyenlő oldalú háromszög oldala, H a magassága, T a területe, és K a kerülete. Nézzük akkor sorba ezeket a feladatokat. Nézzük az elsővel, felírjuk az adatokat, ismerjük, hogy az A oldal az 2 centi, és keressük a magasságát, a kerületet, illetve a területet. Emlékezzünk vissza, hogy a magasság az nem mással egyenlő, mint az A-szor gyök 3 per 2-vel. Be is keretezem pirossal, erre még sokszor szükségünk lesz ma. Mivel az A ismert, így könnyen ki tudjuk számolni, H egyenlő, 2-szer gyök 3 per 2, egyszerűsítem a ketteseket, és megkapom, hogy a magasság az gyök 3 centi. Következő feladatom a kerületnek a meghatározása. Ismerem a kerület képletét, hogy az háromszorá. Ezt is bekeretezem, hogy itt meglegyen a táblán. És behelyettesítek kerület egyenlő 3x2, vagyis az 6 centiméter. És a területünkre szükség van. A területre azt mondtuk, hogy A négyzetszer gyök 3 per 4. Ezt is kiemeljük. És ha behelyettesítek, terület egyenlő, az A az 2, 2 a négyzeten szer gyök 3 per 4. Ugye 2 a négyzeten az 4 per 4 az egyszerűsíthető egyet ad, és így a területre megkapjuk, hogy az gyök 3 négyzetcentiméter. Írjuk be akkor ezeket az értékeket is. A magasságunk az gyök 3 centiméter volt, a kerületünk 6 centiméter volt, és a területünk gyök 3 négyzetcentiméter. A következő feladatunknál a magasság van megadva, és keressük az oldalt, a kerületet és a területet. Felírom, amit ismerek. A magasság az 2-szer gyök 3 centiméter, és keresem az oldalt, a kerületet, illetve a területet. A magasság képlete ugye fenn is van a táblán, még egyszer nem írnám, ebből fogok kiindulni, ugyanis ha tudom, hogy a magasság az A-szor gyök 3 per 2, akkor behelyettesítem a H helyére a 2-szer gyök 3-at, és A-szor gyök 3 per 2. Megoldom ezt az egyismeretlenes egyenletet. Ugye mind a két oldalon ott a gyök 3, akkor elosztom gyök 3-mal, és azt kapom, hogy a 2 egyenlő A per 2-vel, és ebből az A-t úgy számolom ki, hogy 2-szer 2, vagyis 4 centiméter. Tehát megkaptuk, hogy az A oldal az 4 centiméter, következik a kerület, a kerület egyenlő 3-szor A-val, tehát a kerület egyenlő 3-szor 4-gyel, vagyis 12 centiméterrel, és szükségünk van még a területre. A terület ugye A négyzetszer gyök 3 per 4, vagyis a terület egyenlő lesz, az A oldalunk ugye 4 centiméter, tehát 4 a négyzeten szer gyök 3 per 4, tudok egyszerűsíteni, ugye 4 a négyzeten 16 per 4 az 4-gyel egyszerűsíthető, itt marad az 1, itt pedig marad a 4, tehát a területünk az 4 gyök 3 négyzetcentiméter, nagyon fontos ugye, hogy a
mértékegységről ne feledkezzünk el. Tehát az oldal 4 cm lett, a kerület 12, a terület pedig 4.3 négyzetcentiméter. Írjuk is be akkor ezeket az értékeket. Tehát az A az 4 cm, a kerület 12 cm, illetve a terület 4.3 négyzetcentiméter. Folytassuk akkor a következő feladattal, amikor is a kerület van megadva. Jelöljük ezt egy hármassal, és a kerületről azt tudjuk, hogy 21 cm. Keressük az oldalt, a magasságot, illetve a területet. Mindenhova ugye az arra van szükségünk, nekünk a kerületünk van megadva, de emlékezzünk vissza, hogy a kerület az 3x A, tehát ebből az A oldalt meg tudom kapni úgy, hogy a kerületet elosztom 3-mal, tehát A egyenlő lesz 21 osztva 3-mal, vagyis 7 centivel. Most már van A oldalam, könnyen kiszámolom a magasságot. A magasságról tudjuk, hogy az A-szor gyök 3 per 2. Írogatom mindig a képletet, és ajánlom, hogy ti is írogassátok mindig, és az óra végére már meg is fogjátok tanulni. H egyenlő 7 gyök 3 per 2. Így is hagyhatom, vagy azt mondom, hogy ez 3,5 gyök 3 centiméter, illetve a terület. Tudjuk, hogy a területet úgy számoljuk ki, hogy A négyzetszer gyök 3 per 4, terület egyenlő, az A 7, tehát 7 a négyzetenszer gyök 3 per 4. Itt ugye nem tudok egyszerűsíteni, akkor így hagyom, hogy a terület az 49 gyök 3 per 4 négyzetcentiméter. És meg is oldottam ezt a feladatrészt is. Írjuk be akkor az értékeket. Az A oldalra ugye 7 centit kaptunk, a magasságra 3,5 gyök 3 centimétert, illetve a területre 49 gyök 3 per 4 négyzetcentimétert. És akkor még egy feladatunk maradt. A negyedik feladat részben a terület van megadva. A területünk 16 gyök 3 négyzetcentiméter, és keressük az A-t, a H-t és a kerületet. Ugye a magassághoz és a kerülethez is az A-ra van szükségünk. Tudjuk, hogy a területet is ugye az A segítségével számoljuk ki, ezért a területből tudok kiindulni. Felírom a terület képletet, már csak azért is, hogy gyakoroljam, ugye, terület egyenlő A négyzetszer gyök 3 per 4, behelyettesítek, amit tudok, 16 gyök 3 egyenlő A négyzetszer gyök 3 per 4, mind a két oldalt szorozza a gyök 3, ezért akkor el tudom osztani gyök 3-mal, és azt kapom, hogy a 16 egyenlő A négyzet per 4-jel. Ebből az A négyzetet fel tudom úgy írni, hogy 16-szor 4, vagyis az A négyzetem az 64 lesz, de nekem A-ra van szükségem, ugye A-t gyökvonással kapok az A négyzetből, tehát A egyenlő gyök 64, vagyis 8 cm. Most már van A-m, tehát könnyű dolgom van. Nézzük a magasságot, ugye úgy kapom meg, hogy A-szor gyök 3 per 2, így akkor a magasság egyenlő lesz 8 gyök 3 per 2, vagyis 4 gyök 3 centiméterrel, illetve a kerület maradt még, kerület egyenlő 3-szor A, behelyettesítek, kerület egyenlő 3-szor 8,
vagyis az 24 cm. Ügyeljünk arra, hogy mindig a mértékegységeket odaírjuk. Amikor hosszúságot számolunk, vagy kerületet, akkor ugye nem négyzetet kapunk, csak centi, milli, deci, és így tovább. Amikor pedig területet, akkor pedig négyzetben kapjuk meg a végeredményt. Tehát négyzetcentiméter, négyzetdeciméter, és így tovább. És akkor írjuk be akkor ezeket az értékeket. Az A oldal ugye 8 centi volt, a magasság az 4.3 centi volt, és a kerület pedig 24 centi. Én a mai órára ennyit készítettem. A következő órán is folytatjuk a Pitagórasz tételének az alkalmazását. Jó tanulást kívánok mindenkinek!